február elejétől lesznek itt olyan munkálatok, ami kifejezetten akadályozni fogják a forgalmat. Nagy erővel folynak majd a munkálatok az Eminescu utca belvároshoz közelebb eső szakaszán, mondta Görgényi Ernő, Gyula polgármestere a csütörtök délelőtti helyszíni sajtótájékoztatón. Az esemény apropóját az adta, hogy a kivitelezések megkezdése előtt átadták a munkaterületet. A pályatest mellett ugye mind a járdák, az zöldfelületek megújulnak. Az Eminescu utca első szakaszát 88 millió forintból újítják fel. Egyes időszakokban itt komolyabb fennakadásokra lehet majd számítani. Korlátozva lesz majd a forgalom időszakonként ugye az itt lakók vagy a környéken lakók részére. Természetesen a január hónap elsősorban azzal fog eltenni, hogy a mérnökök megtervezik ezeken forgalomkorlátozásoknak az ütemezését, és erről az itt élő lakosságot ugye mindenféleképpen értesíteni fogjuk. Én magam is, mint képviselő, ugyanakkor a kivitelezővel közösen. Törekszünk arra, hogy minél kevesebb kellemetlenséget okozzunk az itt élők részére. Bizonyára lesznek olyan időszakok, melyek nehezebben lesz biztosítva mondjuk egy-egy ingatlannak az elérése. De én úgy gondolom, hogy mind a kivitelező, mind pedig én önkormányzati képviselő arra törekszünk, hogy ezek az időszakok minél rövidebbek legyenek. Az Eminescu utca korszerűsítése kivételes esetnek számít, hiszen a gyulai képviselőtestület több sikertelen pályázat után Kisszabolcs képviselő javaslatára döntött úgy, hogy saját erőből szakaszosan korszerűsíti a területet. Három pályázatot is beadtunk, egyik sem járt sikerrel, egyik próbálkozásunk sem, viszont elkötelezettek vagyunk ennek az utcának a felújítása iránt. Kisszabolcs képviselő úr tette azt a javaslatot a testület számára, hogy akkor bontsuk szakaszokra, mert hogy együttemben nem tudjuk finanszírozni, így három szakaszra bontjuk a beruházást, ezt önerőből is tudjuk finanszírozni, most már áll úgy a város, hogy képesek vagyunk egy 88 millió forintos beruházást saját erőből finanszírozni, így aztán most a mai napon a munkaterület átadással elkezdődik az első szakasznak a felújítása. Az aszfalt és térburkolatépítési munkák várhatóan május elején fejeződnek be. A teljes projekt lezárása május végén várható.